Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit a Lélekemelő című vallási műsorunk kezdetén. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekemelőben az elmúlt adások alkalmával a számadás gondolata került elő. Az életünk értelmének keresése, annak összegzése, ugyanis fontos alapnak tartottuk János evangéliumának 5. fejezetéből a 28. és 29. verset, amely versek a feltámadásról, a holtak újra éledéséről szól, és természetesen hozzá kapcsolódik a végső állapotnak a megjelölése is, Ahogyan Jézus ezt mondja, itt a János Evangélium 29. versében, az 5. fejezetben, hogy előjönnek a halottak, és akik jót tettek az élet feltámadására, akik pedig gonoszat tettek az ítélet feltámadására jutnak. Tehát 5. fejezet, 29. vers. Ezeknél a Verseknél hosszasan időztünk. Még összefoglalásképpen ezt a mai bevezető részt is. Ennek szenteljük ennek a gondolatnak. És a Szentírás mellé egy középkori költeményt is hoztam mellékletként, még pedig a Cselánói Tamás Ferences szerzetesnek tulajdonított költeményt a 13. századból. Cselánói Tamás 1255-ben halt meg. Neki tulajdonítják a latin szavakkal fémjelzett Dies Iré költeményt, Dies Iré, Dies Illa, középkori költemény, himnusz ez, amely az ítéletről, a számadásról szól, a középkori Szellemnek megfelelően, kisé fenyegető, hangvételű, szigorú megfogalmazású, amely az ítéletre vonatkozik. Természetesen ezt már többször elmondtuk és átgondoltuk, hogy az embernek nem a fenyegetés miatt, a csapásoktól való félelem miatt, a büntetés terhe miatt kell az életét. Jobbá tennie, megváltoztatnia, hanem az Isten iránti szeretetből. Mint ahogyan az emberi életünkben a jó nevelő beláttatja a jót, és úgy vezeti a növendékét, tanítványát, vagy a gyermekeit egy jó szülő, hogy lássa be a jónak az értelmét, és azért kövesse a jót, mert az hasznára válik, javára válik, azért kerülj el a rosszat, mert az a kárát okozza. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a, a számadás gondolata is így álljon előttünk. Vagyis, ne a büntetéstől való félelem, az Isteni szigor, egyébként is az Isteni szigor mögött szerető atya áll, hanem a Saját belátásunk vezesse minket a jóra, mert hiszen az ítéletet mi magunk fogalmazzuk meg. Hallottuk itt az evangéliumi szövegben, a János Evangéliuma 5. fejezet 29. versében, a holtak feltámadása egy végső állapotnak a kezdete, és akik jót tettek az élet feltámadására, vagyis az üdvösségre jutnak, akik pedig gonoszat tettek, azok elkárhoznak, ők az ítélet feltámadásával szembesülnek. Ebből kitűnik, hogy az ember maga határozza meg a saját maga ítéletét. Tudott-e önmagából kilépve, Isten iránti szeretetben, emberek iránti szeretetben élni, önzetlenül szolgálni, jót cselekedni. Isten szándékait, törvényét követni, élő kapcsolatban volt-e az ember az adott személy Istennel, ez az ítéletnek a szempontja. A középkorban a belátás elősegítése érdekében fontosnak tartották azoknak a képeknek felidézését is, amelyek benne vannak a Szentírásban, és természetesen ezek mind a mai napig érvényben vannak, és bennünket is foglalkoztatnak az Úr Jézus szigorú szavai a végidőről, a világmindenség erőinek a megrendüléséről. Tehát ezek a gondolatok természetesen nem csak bizonyos középkori túlzások, hanem a Szentírásnak, az Evangéliumnak a részei de talán manapság és a mai ige hirdetést tekintve inkább a szeretetre és a szeretet közösségre irányítjuk a figyelmet, mint Istennel, mind pedig az embertársainkkal. És ennek itt van a másik evangéliumban, Szent Márti evangéliumában a fontos üzenete, az utolsó ítéletről szóló tanítás, Máté evangéliumának a végén, amelyben kifejezetten a jó cselekedetek, vagy azok elmulasztása jelentik a visszatérő emberfia ítéletének a szempontjait. Na de nézzük Cselánói Tamás költeményét, a Dies Iré költeményt, amely szerepel a gyászmise szövegben, és idegen szóval ugye a, a, gyászmiséket requiemnek szoktuk nevezni, hiszen avval kezdődik a nevezető ének szavaival, ami úgy hangzik magyarul, hogy nyugalmat, requiem eternem, örök nyugodalmat adj Uram neki, vagy nekik, és ebből adódik a gyászmise elnevezése, a requiem annak egyik része, főleg a megzenésített meg gondoljunk csak Mozart requiemjére, vagy Verdi requiemjére, és még számtalan szerző művére, amelyben ez elhangzik latinul. Ez meglehetősen hosszú költemény, 19 verszaka van, én ennek csak az első felét idézem. Gondolkodjunk el ezeken a szavakon, és a, az imádkozó embernek tűnődését sajátítsuk el, tegyük magunkévá. A ma végső harag a világot tűznek adja, Dávid így, Szibilla hagyja. Reszket akkor holt meg élő, ha megjön a nagy ítélő, mindeneket lattal mérő. Az ítélet és az ítélkező megjelenése, ez adja meg ennek a költeménynek alaphangulatát, amely szentírási tény, tehát az evangéliumban is, de már korábban a profétai jövendőlésekben is szerepel az emberfia, aki megjelenik az ég felhőjén, a keresztény hívő ember és a keresztény tanítás várja Jézus Krisztusnak, második eljövetelét, így várjuk a liturgiában, minden egyes szentmisében, a katolikus szentmise szövegben is. Ott szerepel a felkiáltás, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. És a jelenések könyve is megerősíti ezt a várakozást. A végső harag napja, ez sajátos szempont, hiszen a világ mindenség erőinek a megrendülése, a természeti csapások, katasztrófák, amelyek szerepelnek a Szentírás képei között, és bizony sajnálatosan megjelennek napjainkban is a valóságban, különböző országokban, különböző helyeken, amelyeket nincs jogunk azonosítani, vagy nincs jogunk kimondani ezekről, hogy na már, már bekövetkeznek a profétai jövendőlések, vagy Jézus profétai szavai a világ végéről. De mégiscsak figyelmeztető jelek. Reszket akkor holt meg élő, hiszen amikor bekövetkezik a világ vége, akkor előjönnek a halottak a sírjukból, de lesznek akik ebben a földi életükben Szembesülnek a végítélettel, illetve a földi életükben éri őket az Úr második eljövetele. Egyébként Szent Pál a maga korában várta ezt a napot, de jól tudjuk Jézus figyelmeztetéséből, hogy nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát. Reszket a holt megélő, tehát olyan lelki állapot tölti el az embert, amely bizonyos belső feszültséget, szorongást jelent. Nem győzzük egyébként ugyancsak az ige hirdetéseinkben azt hangsúlyozni, hogy mi ezt a találkozást jó hiszeműen és jó akarattal várjuk, tehát akinek nincsenek tartozásai, annak nincs mitől félnie. Hát így van ez az anyagi dolgokkal, így van ez e világi mindennapi életünkben is. Nekem például van hitelkártyám, és ott mindig azt föl kell tölteni, és ha van megfelelő fedezet, akkor nem kell problémát okozzon az, hogy, hogy hogyan vagy mit, hogyan fogják azt kiegyenlíteni, vagy hogyan fogom azt kiegyenlíteni. Tehát, ha az embernek a jóban, a jó tetteiben, mondjuk így ezt a szép kifejezést, hogy az egyház lelki kincstárában megvan a maga megfelelő fedezete, ha valaki a világosságban él, és bátran a napvilágra mehet, mert cselekedeit, cselekedeteit Istenben műveli, akkor nem szorongással várja az Úr eljövetelét. Egyébként is furcsa dolog lenne az, hogy, hogy akit szeretünk, azt félelemmel vagy szorongással várjuk. Kitűnik tehát ezekből a gondolatokból az is, hogy ez a végső harag napja azokat sújtja szorongással vagy félelemmel, akiknek bizony van elszámolni valójuk, akik a sötétségből kell, hogy a világosságra menjenek, és bizony ez nem nyugtatja meg őket, mint a világosság fiait, akik jó tetteikkel odaállhatnak a világosságra és az isteni fényességbe, akiknek takargatni valójuk, elszámolni valójuk van. Őket bizony ez a pillanat, ez a nap szorongással töltheti el. Sőt, a számadás egy végső kudarcként vagy nehézségként fog rájuk nehezedni. El kell gondolkodnunk ezen, és én nem tartozom a riogatók közé, mert nem áll módonban, nem része a hivatásomnak, nem ez a papok dolga. Sokan úgy tekintenek az egyházra, a papokra, ennek a középkori hangulatnak megfelelően, minthogyha a papok erénycsőszök lennének, és az lenne a dolgok, hogy fenyegessék az embereket, a megtéréssel figyelmeztessék őket, és a büntetéstől való félelem szorongását ültessék az emberek lelkébe. Ezt azért nem tehetem meg, sem én, sem a Igehirdető társaim, mert a keresztény hit nem a fenyegetésre alap, alapul, és a megtérés sem fenyegetésből adódik. Igaz, hogy keresztelő Szent János is szigorú szavakat használt a megtérés jellemzésére, vagy előmozdítására, hiszen azt mondta, hogy a fejsze a fák gyökerén van, és kivágnak, tűzre vetnek minden fát, amely haszontalan, kell az embernek, a figyelmeztetés. Párhuzamos példaként gondoljunk csak arra, hogy a dohányzás visszaszorítása érdekében például a cigarettás dobozokra is milyen hátborzongató képeket és feliratokat helyeznek el annak érdekében, hogy az emberek belássák a dohányzás káros mi voltát, és igyekezzenek azt abba hagyni, elkerülni. Tehát vannak ilyen emberi módszerek, vagy ilyen nevelési módszerek, amikor bizony a, a rossz felvázolásával, vagy a, a rossz tényének bemutatásával tudjuk a rossz elkerülését előmozdítani. Úgy vélem, hogy itt meg kell állnunk néhány percre, és azt is már látom, hogy nem csak a bevezető gondolatok szólnak még a kiemelt verseinkről, a János Evangélium a 5. fejezetének 28-29. verséről, hanem még tovább kell ezt folytatnunk. Legyen illusztráció, legyen megvilágosító, szép, irodalmi és imádságos figyelmeztetés Cselánói Tamás Ferencesnek a DSZ-ré költeménye. Kedves nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. A DS iré a ma végső haragnapja kezdettük, imádságot idézem, és még ennek segítségével tűnődünk el az ember élet felelősségéről. Felelősek vagyunk önmagunkért, saját magunk üdvösségéért, felelősek vagyunk a ránk bízottak lelki épségéért, üdvösségért, vagyis örök életéért. Ezt egy házastárs, egy szülő, nagyszülő, egy nevelő elmondhatja önmagáról, de minden ember, akinek vannak legalábbis barátai, vagy közeli ismerősei, akikhez közünk van, azokért felelősséggel tartozunk, és még inkább érvényes ez egy papra egy lelki pásztora, aki a rábízott nyáj hívő közösségért és a bárányaiért is felelős. Mivel a televízióban igen széles körben tudunk közösen gondolkodni életünk számadásáról, ezért tartom fontosnak, hogy így hosszasan több adást igénybe véve, tűnődjünk el mindezekről, de legyen ez most az összefoglalás a DS Iré költemény segítségével. A harmadik verszakban arról olvasunk, hogy csodakürtök zengenek meg, sírok éjjén átremegnek, ítéletre mindeneknek. Csodájára halálnak, aki rékpor, Talpra támad, számot adni bírájának. Ez tehát a feltámadásnak a képe, amely nem csak egy költemény, hanem szentírási tény és ígéret, kinyilatkoztatott igazság, hogy lesz feltámadás, a keresztény ember ezt Jézus Krisztus iránti bizalmából vallja, elfogadva az ő kinyilatkoztatott tanítását az Evangéliumból ezek a versek, amelyeknél lehorgonyoztunk, ezek szólnak többek között a végső feltámadásról. Itt az Isten fia szavának hallatán, vagy annak meghallására kelnek elő a sírokból, de Pálnál is olvassuk más helyütt a Szentírásban, hogy, hogy az angyalok harsonájának a szavára jönnek elő a a halottak a sírjukból, tehát a csodakürtök itt erre utaló kifejezés ebben a költeményben, a sírok éjjén átremegnek, tehát a várakozás sötétsége vagy még bizonytalansága az, ami itt szerepet játszik, és az ítéletnek a ténye. Mi hordozzuk. Magunkban az ítéletünket, de ennek a kihirdetése megtörténik. Tulajdonképpen egy bírósági tárgyaláson is ez történik, hogy az ember elszámol a cselekedeteivel, főleg, hogyha valami rosszat tett, hiszen csak a rosszat szokták a bíróságon tárgyalni, olyan bíróságról nem tudok, amely valakinek az erényeit és jó tetteit vizsgálná. Azt a hálás közvélemény, vagy, a, vagy a, azok, akik részesültek a jó cselekedetekben, ők tudják igazolni. Amikor azonban számot kell adni valakinek a tetteiről, akkor a tényeket a bíróság nyilvánosságra hozza. Sokszor több száz oldalas iratok is keletkeznek bizonyos ügyekről, ahogyan ezt a napi hírekből is tudhatjuk korunk jelenségeiből. Csodájára a halálnak, tehát a halál itt megszemélyesítve szerepel, aki régpor talpra támad. Ezt is említettük. Nem könnyű dolog, nem régiben is valakivel beszélgettem, éppen a Szentföldi utazás alkalmával, és éppen a Szent Sír mellett, hogy vajon ez a feltámadás, ez hogyan történik, nem ebben az evilági testünkben és halára testben, nem abban az életállapotban, vagy életkorban, ahogyan elhagyjuk ezt a földi életet, nem így támadunk föl, hanem romolhatatlanságban, de az élet boldogságára azok támadnak fel, akik jót tettek, és élő közösségben voltak Krisztussal, és ezért hallják meg a halottak Isten fiának szavát. Aki pedig elszakadt Istentől, az az örök elszakadás, sajnálatos és fájdalmas állapotára támad föl. De mindenki a, az romolhatatlan életre támad föl abban a tekintetben, hogy ott már nincsenek időkorlátok, a feltámadott test az nem halára szánt test, nincs kiszolgáltatva már a szenvedésnek, a testi értelembe vett törékenységnek és, és gyengességnek, fáradékonyságnak és elmúlásnak. Más minőségben támadunk fel, és én mindig ezt a példát hozom, hogyha az életünk kezdetén, a megfogant emberi élet, egy kicsi, kicsi csírából, egy sejtből, egy megtermékenyített, és aztán embrióvá, majd emberé fejlődő valóságból. Ki tud fejlődni csodálatos módon egy ember élet kilenc hónap alatt, és ez a jó isten teremtő művének a folyománya, akkor miért lenne probléma a Teremtő Istennek, hogyha hiszünk benne, és ezt most így ebben a hídben tárgyaljuk, természetesen, hogy bárhol valakinek egy kis testi maradványa megmarad, mert hiszen nem mindenki hagyományos módon lett eltemetve, és nem mindenki marad meg úgy, mint például a múmiák, amelyek még. Még a testi épségüknek nagy fokát megőrizték akár évszázadok vagy évezredek után is. Sokféle módon fejezheti be valaki a földi életét, és ezt most ne részletezzük, de bárhová is kerül az emberi testnek valamilyen földi maradványa. Az Úristen a újjáteremtő művében nem ismer, Korlátokat, és nincs a Teremtőisten előtt akadály az újjáteremtésben sem. Tehát így várjuk azt csodájára a halálnak, hogy aki rég por, talpra támad. De miért támadunk föl, hogy számot adjunk a bíránknak, tehát ez a számadás lényege. Kézzel írt könyv nyílik ottan, világ terhe minden ott van, ítéletre felrovottan. Bíró majd, ha széket ül ott, minden rejtek felderül ott, zsoldott bűn el nem kerül ott. Tehát mindenki megkapja a fizetségét érdemei szerint. A Szentírásban, az evangéliumokban ott vannak a szép példázatok, a számadásra vonatkozóan, akár a talentumoknak, mínáknak példabeszéde, akár a mécsesek története az okos és balga szüzek példázatában. Mindenki úgy kapja meg a fizetségét, ahogyan azt megérdemli. Vagy ott van a, a szőlőmunkásoknak a példázata is, aki még időben érkezik, akár az utolsó órában, az megkapja a maga fizettségét. A kézzel írt könyv, hát ez inkább emberi példa és hasonlat, és mint említettem ma már, amikor egy bírósági tárgyalásnak több száz oldalas jegyzőkönyve vagy irata keletkezik, nyilvánvalóan hát ezt már nem a kódex másolók készítik, kézzel írt könyvként. Ez egy nagyon szép hasonlat, de mivel az életkönyve az ugyancsak fontos szerepet játszik a Szentírásban, és felnyitják vagy kitekerik a könyvtekercseket, ebbe sem érdemes most belemélyedni, hogy milyen könyv fogalomról beszél maga a Szentírás, amikor még Jézus korában a zsidóságnak a tekercseiről, Gondolkodhatunk, és a könyv az, az egy írott tekercset jelent, vagy már a középkori Kódexek világában, kézzel írt lapozható könyvekről beszélünk. vagy A könyvnyomtatás óta ugyancsak, meg a, van a könyvfogalmunk, meg manapság, amikor már a számítógépek pillanatok alatt kinyomtatnak több száz oldalt. A lényeg az, hogy. A könyvnek itt az a szerepe, az az üzenete, mint hasonlat, hogy mindenki számon van tartva. Tehát mindenkinek mai szóval élve megvan a saját adatbázisa az Úristen előtt, és ma már talán így lehetne ezt átfogalmazni. Gondoljunk csak arra, milyen érdekes törekvés, még ez nem mindenütt valósult meg, de például az embernek a testi, Biológiai, fizikai, egészségügyi állapotát is igyekeznek manapság, akár itt a mi hazánkban, egy rendszerbe be, belefoglalni, még ez nem mindenütt valósult meg, de bárhol készítenek akármilyen vizsgálatot egy emberről, azt összesíteni tudják, vagy fogják. Tehát meg lesz az egészségügyi állapotunkról, az az adatbázis, amelyből fel lehet mérni az embernek a testi állapotát, egészségügyi helyzetét, és amikor gyógyítani kell, vagy bármi egyéb beavatkozásra szükség, szükség lesz, akkor, akkor egységben tudják látni a gyógyítók, az embernek a testi valóságát. Tehát így kell elképzelnünk a lelki állapotunk valóságát is, ne felejtjük el azt, hogy az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. De hát mondhatjuk így mai kifejezésekkel élve, hogy a lelki állapotunknak az adatbázisa az ott van a jó Isten előtt. Ő tudja a múltbeli, a jövőbeni dolgokat, azt is, hogy mit fogunk tenni, mi még nem tudjuk, de ő tudja, ez a mi hitünk, hogy a, a, az Isten, aki mindent lát és mindent nincs előtte titok, így mind a jelen valóságunkat, mind a már letudott dolgainkat, mind pedig az előttünk állókat, ő mindent figyelemmel tud kísérni. Tehát az a barokkorbeli ábrázolás a templomokban, amikor egy háromszögben egy nagy szem, látható az oltár fölött, például az Isten szeme mindent lát, szoktuk mondani. Ez valóban azt jelenti, hogy Isten előtt nincs titok. Ádám elbújhatott az édenkert fái között. Az Úr Isten kereste, de hát azért tudta, hogy hol van és miért bújt el előle, de nevelési szempontból megkérdezte, hogy hol vagy. És be kellett vallania, azt, hogy miért bújdosott el Ádám és Éva a fák közé. Tehát az Úr előtt nincs titok, Dávid kiválasztásánál elhangzik, Sámuel proféta látogatásakor az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. Ez jelenti tehát a kézzel írt könyveknek a, a képe, üzenete, amit az ítéletről szól. Nincs titok az úr előtt, megvan tehát az adatbázis rólunk, és ez szépen akár levetítve, akár kinyomtatva, ugyancsak hasonlatként mondom ezeket a példákat, de nyilvánosságra kerül mindannyiunknak az élete, aminek a tartalmát, forgatókönyvét igazából mi magunk írjuk. Tehát nem valami ránk erőltetett számonkérés történik az utolsó ítéleten, hanem mindazoknak a tényeknek a kibontása, feltárulkozása, amelynek mi vagyunk a szerzői, illetve a szereplői, megvalósítói. És rövid szünetet tartunk. Nézőink, a lélekemelő című vallási műsorunk mai adásának harmadik részéhez értünk. Csalánói Tamás, Ferences szerzetes, DS íré költeményét elemezzük, ez most nem irodalmi elemzés, hanem hitbeli elemzés, mégpedig a számadás gondolata képpen, és a hosszas... A tűnődésünk lezárása képpen, ahogy itt lehorgonyoztunk János evangéliumának 5. fejezetében, a 28. és 29. versnél. Számadás, kézzel írt könyv nyílik ottan, és zsoldott bűn el nem kerül ott, vagyis a bűnökről számot kell adnunk, de természetesen nyilván a jó is előkerül. Ennek a költeménynek a hangulata azonban inkább a megtérésre késztető, olyan figyelmeztetés, amely a számadás tényét kimondja, annak elkerülhetetlenségét, és úgy érzem, hogy ezt a mai korunkban is hangsúlyoznunk kell. Nem lehet felelőtlenül élnünk. És nem csak azért kell felelősséget vállalnunk, hogy az evilági dolgokban, a számonkérésben megfeleljünk kisebb-nagyobb szabályok, törvények betartásával, vagy ha ezeket nem vesszük figyelembe, vagy, vagy ezeket megsértjük, akkor ugyancsak a számadásnak a ténye kerül elő, nem evilági számadásra gondolkodunk, hanem az életünk egészének számadására. És a Dies hetedik verszakától kezdődően személyessé válik a, a, számadás érzése, és most valamiképpen imádságként fogalmazódik a, a, a gondolat, és és eddig külső szemlélőként hallhattuk az első hat versszakot, Tény megállapításokról hallottunk a végső napról, amikor előjönnek a, a nagyítélő színe elé, akik már meghaltak a, a csodakürtök, zengenek, aki régpor a támad, ezek mind tény megállapítások a feltámadásról, kézzel írt könyv nyílik ottan, és aztán az ítéletre kell készülnünk, és zsoldott bűn el nem kerül ott. Ezek után a következő hat versszakban a személyes imádság és a személyes önvizsgálat illetve az engesztelés szándéka fogalmazódik itt meg ebben a szép költeményben. Én szegény, ott mit beszéljek, pártfogómul kit remélyek, hol a Szent is alig él meg. Rettenetes fejedelem, kinél ingyen a kegyelem, örökjóság, légy jó velem. Kegyes Jézus. Kérlek téged, értem által emberséget, ne adj érnem gonosz véget. Munkát könnyed, értem vesztek, ennyi kínot, Szent Kereszted, ne maradjon célja vesztett. Bírálja a bosszul, bosszulásnak, ad kegyelmét tisztulásnak, még itt nincs a számadás nap. Reszket szívem sóhajtozván, Védkemtől vett lángot orcám, Légy kegyelmes, Uram, hozzám. Itt még az imádkozó ember áthelyezi magát, vagy visszahelyezi magát a, az érdemszerzés időszakába. Tehát az első hat verszak fenyegető hangvételű, a megtérésre késztető. Itt pedig személyes imává válik a további hat versszak, Most csak az első tizenkét verset hoztam el elemzésre. A személyes imádság Jézushoz fordul, aki értünk szenvedett, könnyet hullatott, vérrel aki azért jött a földre, és azért értem által emberséget, milyen szépen fogalmaz itt ez a vers sor, tehát ember lett azért, hogy nekünk életet adjon, hát akkor hiába való lett volna a megváltás, hiába való lenne Jézusnak értünk vállalt, engedelmes küldetése, szenvedése a keresztfán kiállt kínjai. Ne legyen hiába való, de most lehet, hogy félreérthető, amit mondok, de Hát valóban akkor hiába halt meg Jézus, hogyha mi nem akarunk üdvözülni. Hiába váltotta meg a világot, hogyha az emberek nem élnek az élet, a megtisztulás, az örök boldogság lehetőségével. Nyilván tudjuk, hogy ez nem hiába való, hiszen sokakról tudjuk, sőt már az Ószövetség szereplőiről is, hogy igazak voltak, és kaptunk is jeleket történetesen katolikus hitünk szerint a szentek esetében, hogy vannak akik célba értek, tehát nyilván nem volt hiába való, mert többekről valhatjuk és láthatjuk, hogy tiszta életükért Jézust választották, és az ő boldogságát keresték, és így bízunk abban, és sőt, biztosak lehetünk abban, hogy el is nyerték a teljes boldogságot. De az itt élő emberek, amíg itt élünk a Földön, amíg megvan az érdemszerzésnek a lehetősége, addig, az, amíg időnk van, addig nagyon fontos az, hogy megváltoztassuk az életünket, amennyiben ez szükséges. A rosszból való kilépés, a megtérés, a bűnnek az elhagyása, a szeretet közösségünk újra felvétele, Istennel. Én szegény ott mit beszéljek, pártfogómul kit reméljek, hol a Szent is alig él meg. Egyedül az Úr Jézusban bízhatunk. Ott már nincs egyéb pártfogónk, és itt a Földön sincs, hiszen Jézus Krisztus az egyedüli közben járunk az atyánál. Ezért olyan fontos, hogy az Isten fiának a szavára történik a feltámadás, a János Evangélium szerint is. Rettenetes fejedelem, kinél ingyen a kegyelem, a kegyelem amúgy is ingyenes ajándék. Örök jóság, légy jó velem. Tehát legalább azt a maroknyi jót, amit föl tudunk mutatni, azt vigyük magunkkal erre az ítéletre. Mert hiszen a, a jóságunk az, ami megmenthet bennünket. Sokszor mondhatjuk így, hogy akár egy hajszálon múlik, az üdvösség, és nagyon sok szép történet példázat szól erről, hogy talán van is egy ilyen történet, hogy egy idős asszony egyszer valakinek egy szál hagymát adott enni egy szegény embernek, és ez a hagymaszál volt a megtartó erő, és próbálták fölhúzni a, a kárhozat veszedelméből, hogy ne szakadjon ez el, ez a hagymaszál. És aztán mások is próbáltak ebbe az asszonyba kapaszkodni, hát ez egy mese, amit példázatként szoktunk emlegetni, de ő nem akart másokon már segíteni ebben az üdvösségre törekvő szándékban, és úgy próbálta lerázni magáról, akik őbeli kapaszkodtak, és addig rugdalódzott, amíg az ő hagymaszála is elszakadt, és lezuhant a mélybe. Tehát ez csak egy történet arra vonatkozó, hogy sokszor csak egy ilyen hagymaszál, vagy szár, vagy szál, vagy egy hajszál az, ami megtarthat bennünket, hiszen azért az embernek van sok lehetősége a jóra itt a Földön, és nagyon sokan, akik nem is gondolják, de a jó tetteikkel nagyon sok értéket hordoznak magukban, az örök élet szempontjából is. Az egy az igazi hajszál, amin múlik minden az, hogy az Istentől ne szakadjunk el. Legyen meg bennünk a jó, a jó akarat ne legyen bennünk Isten tagadás, elfordulás, halálos bűn. Tehát azért mondja, hogy örök jóság, tégy, légy jó vélem. És ez a kegyes Jézus, ez a, ami szintén egy szép verszaka ennek a költeménynek, valóban azért jött, hogy megmentse minket. Ezért kérlek téged, hogy Értem által emberséget, tehát ezért lett emberi Jézus az Isten fia, ne adj érnem gonosz véget. Tehát már most itt a földön arra kell kérnünk az Urat, hogy ne hagyjon el az utolsó percekben, ne szakadjunk el tőle sohasem. Az utolsó, a végső kitartás, aki mindvégig kitart, üdvözül a végső kitartás, kegyelme, ajándéka az, ami még nagyon fontos számunkra. És aztán, ahogy már ezt előbb fölolvastam a további verszakokban, erre kérleli az imádkozó ember, aki még időben akarja belátni azt, hogy meg kell változni, időben szeretne megtérni, arra emlékezteti az Urat, hogy azért vállalt kereszthalált könnyet, hogy nekünk életet adjon, és ezért adt kegyelmét tisztulásnak. Vétkemtől vett lángot orcám, légy kegyelmes Uram hozzám. Tehát a bűnbánat, a bűnjeink miatti pironkodás, még inkább annak jóváttétel, ezek még mind, amíg időnk van, lehetőségként állnak előttünk, és légy kegyes Uram hozzám, így akarunk mi is az Úr elé állni majd egykor. De erre most van itt az idő, most van a megtérés ideje, amíg itt a Földön vagyunk, ezért időztünk el ilyen hosszasan az ítélet a feltámadás kérdésénél. Köszönöm kedves nézőink figyelmét, érdeklődését, itt a lélekemelőben lelkünket fölemeljük az Úrhoz, ha kell megtisztítjuk, a rosszat igyekszünk elhagyni, fáradozzunk továbbra is. A jóban, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. Így kérem Isten áldását minden kedves nézőnk életére. A lélekemelő című vallási műsorunk végén pedig szeretettel búcsúzom, várva az újabb találkozás lehetőségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!